A pünkösdi hosszú hétvégére megnyílik a Klapka György Múzeum. A Kelemen László utcai főépület, a tengerészet történeti kiállítása városháza alaksorában és a Kecskés László emlékház is ingyen várja az érdeklődőket 9-től 5 óráig. Június elején állnak át a fizetős látogatásra. A Cibor Zoltán emlékszoba a sporttelepen már most is látogatható. Az említett létesítményekbe védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be. 18 év alattiak védettségi igazolvánnyal, ennek hiányában csak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőttel együtt kereshetik fel az intézményt. Az Igmándi erődben található római kőtár idén zárva tart az erődben végzendő felújítási munkák miatt. Május 18-a a Múzeumok Világnapja. A jeles alkalomra minden évben rendezvénnyel készülnek, mely a pandémia miatt idén is elmaradt. Igaz, rendezvényeket nem tartottak az elmúlt egy évben, de a múzeum munkatársai folyamatosan dolgoznak, hiszen a kiállítások megszervezése, a történeti anyagok feldolgozása rengeteg háttérmunkát igényel. A megőrzendő emlékek egy része régészeti gyűjtésből származik, melyek feldolgozása hosszú folyamat. Először is kezdődik, hogyha lehet a tisztítással. Azért mondom, hogyha lehet a tisztítással, mert mi itt kerámiát tudunk tisztítani, viszont hogyha fémről vagy falfestményről van szó, akkor azokat már az adott szakrestaurátorok tudják elvégezni. A tisztítási folyamat után aztán a leletfeldolgozás során, amely azt eredményezi, hogy belekerülnek a szakleltárkönyvbe, tehát a régészeti leltárkönyvbe belekerülnek a leletek. Próbáljuk a meglévő anyagokat, a töredékeket összeilleszteni, és amit lehet össze is ragasztani, tehát hogy minél látványosabb eredmény legyen ennek a leletfeldolgozásnak. Ezt itt magunk meg tudjuk csinálni. De hogyha már egy tárgyból, mondjuk egy korsóból nagyobb részt össze tudunk illeszteni, és annak megvan minden olyan tulajdonsága, jellemzője, amely alapján tudjuk, hogy milyen lehetett eredetileg, tehát a száj, a pereme, a talpa, az, hogy milyen volt a hasasodása magának a kerámiának, a formája, akkor már az kiegészíthető, és a kiegészítést az megint csak szakrestaurátor tudja csinálni. Nekünk nincsen, nekünk állományvédelmi asszisztensünk van, aki az előző folyamatokat el tudja végezni itt a múzeumban. A gyűjtési folyamat másik formája, amikor tárgyakat, fotókat, dokumentumokat gyűjtenek. Mindennek külön leltárkönyve van, mellyel csak a szakmúzeológus dolgozhat. A tárgyak leltári számot kapnak, de sok mindent azonnal digitalizálnak. A zárvatartás alatt a háttérmunka mellett igyekeztek napi szinten jelen lenni a közösségi médiában. A könyvtár Facebook oldalán minden nap megosztottak egy olyan posztot, mely a városhoz, illetve a múzeum gyűjteményéhez kötődött. Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, ősztől újraindulnak a múzeumi rendezvények. Tervben van Kopár István előadása, aki földkörüli útjáról mesél az érdeklődőknek. A kulturális örökség napokon mutatják be a nyári ásatások eredményeit, és egy múzeum búcsúztatót is rendeznek. Szeptemberben arra gondoltunk, hogy elbúcsúznánk ettől az épülettől, mármint a kiállítástól, mert az épület az továbbra is maradt, hiszen azért itt vannak raktárak, irodák, amelyeket továbbra is használunk. És ennek a búcsúnak a keretében valami olyasmire gondoltunk, hogy itt jöhetnek, mehetnek majd szabadon az emberek, de mi meg bemut mindenki, a kollégák közül bemutatja a kedvenc tárgyát, és elmondja a kedvenc sztoriát a múzeummal az itt lévő 25 évvel. 1996-ban nyílt meg ez az épület. A háttérmunka mellett egy tavalyi régészeti feltárás komoly leletfeldolgozó tevékenységét is folytatják. Jelentős mennyiségű történeti anyag került a múzeumba a Lengyárból, a Komáromi Mezőgazdasági ZRT-ből és a Kisgalériából, valamint Svájcból is érkezett egy nagy hagyaték.